Köszöntöm az Ultrahang YouTube csatornájának nézőit és hallgatóit, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ERTE tanára. Itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. És az amerikai ügyekkel fogunk foglalkozni. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke nemrég tartott egy beszédet, amelyben arról értekezett, hogy az Egyesült Államok hétfő este véget vetett a 20 éve tartó afganisztáni háborúnak. Ezzel befejeződött az amerikai történelem leghosszabb háborúja, és sikeresnek nevezte az afganisztáni mentőmissziót, és számos érdekes dolog volt ebben a beszédben, például, hogy nem értett egyet azokkal, akik szerint hamarabb kik kellett volna menekíteni az amerikai állampolgárokat. Ön mit gondol erről a beszédről? Mennyire volt reális Joe Biden helyzetértékelése? Nyilvánvalóan az elnök megpróbálja a felelősséget olyan mértékben másokra hárítani, és magától elhárítani, amilyen mértékben csak lehet. A korábbi beszédekben is sok mindenről szó esett, de tulajdonképpen nem nagyon tért ki arra, hogy azért legalábbis ilyen példa, hogy meg lehet állapítani, történtek hibák, vagy hogy úgy fogalmazzak, voltak olyan momentumok és voltak olyan ügyek, amelyek nem teljesen tisztán állnak előttünk. Itt többek között az, hogy a politikai és a katonai stratégiát mennyire hangolták össze. A második kérdés az, hogy a különböző szervezetek, a hírszerzéstől kezdve a külügyminisztériumok, a katonasági, mennyire tudta, vagy mennyire próbálta az elnököt esetleg hamarabb és egy korábbi cselekvésre rábírni. Ugyanis az, hogy április 11-én Joe Biden bejelentette, hogy augusztus 31-én véget ér az amerikai misszió, és akkor az amerikai csapatok végleg távoznak Afganisztánból. Ez egyfajta jelzés volt nagyon sok szempontból egyrészt az ellenségnek. Másodszor pedig az ember azt várta volna, hogy azonnal megkezdődnek azok a műveletek, amelyek arra irányulnak, hogy kihozzák egyrészt a katonákat, de hát a katonaság kihozattal előtt az amerikai állampolgársággal rendelkezőket, illetve azokat, akik megfelelő érvényes vízummal, vagy pedig valamilyen speciális programba résztvevők, akik Amerikába mehetnek, azokat próbálják kihozni az országból. Ez nem nagyon sikerült, és gyakorlatilag, hogyha nem is teljesen ugyanazok a jelentek játszottak le, mint 1975-ben Saigonban, de eléggé közel álltak az akkori, hát nem teljesen rendezett kivonuláshoz, a mostani kivonulásnak a jelentei. Tehát az, hogy korábban vagy későbben kellett volna kihozni az embereket, akkor, hogyha azt mondja, hogy korábban kellett volna esetleg kihozni, és nem ért egyet azokkal, akik szerint korábban kellett volna kihozni. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadja azt, hogy egy eléggé nagy zavarba torkolott az utolsó egy-két napnak a kapkodása. Biden a hadseregnek a főparancsnoka. Terheli őt bármilyen jogi felelősség? Kérdezem ezt azért is, mert ugye voltak olyanok, akik hadbíróság elé állítanák az elnököt. Nyilvánvalóan nem. Tehát én egyetértek azzal a kommentátorral, aki azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha minden tévedésért és emberéletek kárára történt tévedésért katonákról vagy civilekről van szó, elnököket hadbíróság elé állítanák, vagy impeachment eljárást indítanának ellenük, vagy bármilyen módon jogilag felelősségre vonnák őket, akkor minimum egy tucatnyi elnököt már korábban ezzel az eljárás alá kellett volna vonni. Ez nyilvánvaló egy téves helyzetfelmérés volt a legjobb esetben. Másodszor pedig hát Bidennek a
a képességei olyan szempontból, hogy mit tett és mit nem, azért korlátozottak olyan szempontból is, hogy rendkívül nagy mértékben rá van utalva az őt kiszolgáló Fehérházra, a minisztériumokra, a különböző rendvédelmi és egyéb hiszenési szervezetekre, és az ő feladata, hogy a kapott információk alapján hozzon döntéseket. Hogyha a kapott információk alapján nem jó döntést hoz, ez úgymond sajnálatos, de végül is ez nem egy jogi kategória. Tehát ezek a hangok, hogy Biden-t bíróság el kell állítani, vagy akár elmozdítani hivatalából, ezek inkább politikai megjegyzések, és nem pedig valós jogi alapokon nyugvó érvek. Afganisztán esetében a politikának és a katonaságnak más és más volt az érdeke? Volt érdek ellentét? Tulajdonképpen nem érdekeltét volt, hanem nem nagyon hangolták össze, hogy pontosan mit szeretnének. Tehát magyarul a politikai stratégiát nem nagyon hangolták össze a katonai stratégiával. A katonai stratégia kezdetben, és ez sikeres volt, arra irányult, hogy Afganisztán megszűnjön egy olyan országnak lenni, amely otthont ad olyan terroristáknak, akik az első támokat vagy szövetségeseit veszélyeztetik. És ez a katonai akció sikerrel járult az utóbbi 20 évben, tehát szeptember 11-e óta nem történt komolyabb terrorista támadás Egyesült Államok területe, vagy pedig állampolgárai ellen. Tehát ilyen szempontból ez az a kiinduló pont, a katonai minimális cél, ez teljesül. Másik oldalról viszont, amikor gyakorlatilag pár hét alatt szétszórták a tálibokat és az Al-Qaidát, vagy Pakisztánba szorították, vagy még Jemenbe és egyéb országokba, akkor felmerült a kérdés, hogy mit tegyenek Afganisztánnal, és itt jött be a politika. Végül is annak ellenére, hogy Biden ezt több beszédébe tagadta, az amerikaiak az úgynevezett nemzetépítés mellett tették le a voksukat, akár beismerik, akár nem, végül is gyakorlatilag erről volt szó. Én személy szerint nem használnám ezt a kifejezést, mert államépítésről van szó, nemzetet nem nagyon lehet építeni, mert az történelem, nyelv, kultúra, sok minden egyéb kell. Az államok lehet, tehát különböző intézményeket létrehoztak, választásokat tartottak, értettek pártok, különböző infrastruktúrákat hoztak létre, de gyakorlatilag ezt meglehetős félszívvel. Tehát történtek olyan kimutatások, hogy Koszovóban a lakosság arányát tekintve sokkal nagyobb számban voltak amerikai katonák és tanácsadók jelen, mint Afganisztánban, tehát ilyen árarány értékben az afganisztáni beavatkozás, illetve jelenlét az azt lehet mondani, hogy kicsit félszívvel történt. Másodszor pedig az elnökök egymás után gyakorlatilag egymásnak majdnem hogy ellentmondó intézkedéseket hoztak. George Bush a háború után egy jelentősebb csapat kivonás szánt el magát a elnöksége végén, utána Barack Obama növelte a csapatokat Erik hosszú vita után, a csapatok létszámát, utána ő is megkezdte a kivonulást, talán folytatta ezt a kivonulást, plusz még kötött egy megállapodást a tálibokkal, akik korábban persze non gráták voltak gyakorlatilag az egész világon. Tehát ellentmondásos volt ez a húz meg, erez meg politika, ellentmondásos volt az, hogy milyen politikai célt valósítsa meg a hadsereg, mert a hadsereg arra való, hogy a civil vezetés által meghatározott politikai célokat valósítsa meg, és az első pár hét, pár hónap után már nem nagyon látszott, hogy pontosan mi az a politikai cél, nemzetépítés, félszíven nemzetépítés, vagy egyszerűen csak annak a kontrollálása,
hogy Afganisztánban valamilyen félig meddig látszat uralom épüljön, demokratikus uralom épüljön. Tehát köztudott volt akkoriban is, hogy központi kormányzat gyakorlatilag nem nagyon létezett. Óriási mértékű volt a korrupció, ami fölött az amerikaiak szemet hunytak. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt lehet mondani, nem volt teljesen egyértelmű, illetve nem illett abban az amerikai eredetileg elképzelt képbe, amit maga akartak valósítani, vagy meg szerettek volna valósítani. Szokták azt mondani, hogy Amerika világ csendőre. Ezek a csendőri kísérletek azért nagyon sok esetben vallottak kudarcot. Ennek fényében hogy látja a jövőt? Lehet még számítani arra, hogy bármely országnak a kaotikus állapotába beavatkozik Amerika, vagy ezek a történetek, tehát Irak, Szíria, Libanon, Afganisztán, korábban Vietnám, ezek kellő elrettentő erővel bírnak a jövőre nézve? Igen, és az első támok feladta gyakorlatilag a Szíria, a iraki, afganisztáni pozícióit. Az Egyesült Államoknak a világcsendőri szerepe azért nem volt sohasem teljes mértékű. Tehát amikor arról beszélünk, hogy világcsendőri szerep, a világ egy részében volt természetesen, mert a hidegháború alatt egyedül Kína és a Szovjetunió, plusz még a kommunista szatellit országok, ezek mind kívül estek az akciórádiuszon. A 90-es évek óta pedig az egyik alapvető tény a nemzetközi kapcsolatokban, hogy a hatalom szóródott. A hatalom szóródott egyrészt horizontálisan, hogyha ezt kicsit metaforikusan akarom leírni, akkor hatalmi átadás következett északról délre, illetve nyugatról keletre, főleg Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia az a terület, amelyik nagyon erős fejlődésnek indult, de más területekről is szó van. A másik dolog a vertikális szóródás, tehát olyan területeken, amelyeken korábban az első támok, mondjuk a high-tech területén majdnem, hogy monopóliumot élvezett, ez már megszűnt. Ennek megfelelően az amerikai érdekek is átstruktúrálódtak földrajzilag és nem földrajzilag, funkcionálisan is. Ez azt jelenti, hogy az első támok valószínűleg egyrészt már nincs abban a pozícióban, hogy akár a világ egyik felén azt tegye, amit szeretne, hiszen sokkal jobban polarizálódott a hatalom. Másodszor pedig az első támokon belül az ön által említett mondjuk folyamat eredményeképpen nem nagyon fűlik az embereknek a foga ahhoz, hogy újabb külföldi akciót vagy kalandot támogassanak, és egy demokratikus országban egy belpolitikai támogatás nélküli külpolitikai vagy biztonságpolitikai katonai akció az eleve megkérdőjelezhető sikerrel járhat. Ha már itt tartunk, akkor hogyan viszonyulnak az Egyesült Államokban most az állampolgárok a csapat kivonáshoz? Azzal egyrészt egyetértenek, másrészt lehet, hogy a világ most éppen felhördül az afgán eseményeket látva, de én még azt is el tudom képzelni, hogy az amerikaiaknak tulajdonképpen mindegy a lényeg, hogy az ő fiaik otthon lehessenek, és már ne kelljen háborúzni. A Afganisztán egyértelműen nem tartozik azért az amerikai fő stratégiai csapásvonalba, tehát a csapás irányba. Ennek megfelelően az eddigi szerepvállalást is azért sokan megkérdőjelezték. Sokan valóban felélegeznek, hogy ez a háború, hosszú háború véget ért, de az utóbbi években ez nagyon takaréklángon folyt. Hogyha jól tudom, utóbbi években átlagosan talán 20 amerikai katona vesztette életét évenként Afganisztánban. Ez a szám most itt a kivonulással egy kicsit akkor megnőtt. Igen, ez a 13 katona elvesztése, de valóban ez egy sokként ért az amerikaiakat. És itt nem is talán elsőbb csak a katonai kérdésről van szó, hanem arról, hogy az első államok
a dollár 100 milliárdokat tölt bele Afganisztánba, méghozzá olyan időkben, amikor ezeket az összegeket más is kellett volna, vagy kellene és lehetne fordítani. Visszatérve a vietnámi párhuzamhoz, nagyon sokan abban látják az akkori elnökkel, Lyndon Johnsonnak a idézőben a tragédiáját, hogy ő egyszerre akart háborút viselni Vietnámba, és másodszor pedig háborút üzenni a szegénység ellen. Tehát nagyon nagyszabású jóléti programok, költséges jóléti programok. Ugyanakkor, amikor egy költséges háborút folytat az Egyesült Államok, főleg ilyen távolra a saját határaitól, a kettő együtt nem nagyon megy. És sokan úgy gondolják, hogy Irak, Afganisztán, Szíria, tehát ezek a külpolitikai, katonapolitikai kalandok, ezek sok pénzt vontak el az első támoktól akkor, amikor óriási mértékű a lemaradás Amerikának az infrastruktúrás beruházásokat tekintve. Itt a fizikai infrastruktúráról is szó van, de akár a társadalmi infrastruktúrá is szó van. Tehát nagyon sokat kellene fordítani, mint ahogy a Biden adminisztráció két különböző csomagba kb. 6 billió dollárt akar a következő 10 évben folytani ilyen célokra, de akkor, hogyha egy külföldi háború is zajlik, akkor ezeket vagy adóemeléssel lehet finanszírozni, vagy pedig kölcsönökkel. Ilyen például az Egyesült Államoknak a pénzügyi helyzete stabil, de a államadósság egyre emelkedik, az infláció emelkedik, és újabb adók bevezetése pedig feltétlenül szükséges lesz, népszerűtlen lesz az amerikaiak körében. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nagyon sokan úgy gondolják, hogy az afganisztáni háborúnak a folytatása az egy hiba lett volna, viszont ugyanakkor azért vannak olyan stratégiai globális kiadása és ennek a kivonulásnak, amelyeknek a pontos következményeit ilyen például nem ismerjük. Tehát arról van szó, hogy Kína, Oroszország, Irán, Pakisztán, Törökország, tehát az ottani regionális hatalmak vagy nagyhatalmak hogyan fognak reagálni az új biztonsági struktúrára, és végül is azért ez a hely, tehát a Kínától gyakorlatilag a közel-keletig húzódó sáv azért rendkívül fontos geopolitikai szempontból. Az amerikai kosárlabdában úgy tűnik, hogy visszatérnek az úgynevezett offshore balancingre, tehát az, hogy megpróbálják kívülről kiegyensúlyozni az ottani erőviszonyokat, és nem pedig helyben. Ha egy kicsit Afganisztánon túlmegyünk, akkor mi a helyzet most Bidennek a kormányzásával? Ugye ön is említette a jóléti programokat, azért ebből lehetett is néhány dolgot látni. Viszont úgy tűnik, hogy ez Biden népszerűségében egyelőre nem hoz pozitívumokat, vagy plusz százalékokat, sőt, mélyponton van az elnöknek a megítélése. Mi várható a következő időszakban ilyen szempontból? A 41%-ról feltetten el fog mozdulni, tehát hogyha ezeket a programokat beindítják, akkor valószínű, hogy százalékpontokkal emelkedni fog a népszerűsége. Nyilvánvaló az is, hogy az emberek nem gondolnak bele, hogy ezeket a beruházásokat finanszírozni kell, és hogy ezt miben finanszírozzák, és ezt mikor fogják visszafizetni, és kik fogják visszafizetni, ezt kevésbé fogják majd figyelembe venni, ha csak nem történik egy nagyon nagy arányú adóemelés. Hogyha ezt nagy arányú adóemeléssel próbálja a Biden kormányzat finanszírozni, akkor annak valószínűleg kihatása lesz a jövő évi félidős választásokra. A Biden-féle vezetés feltetően azért nem lehet tudni
most persze természetesen, hogy meddig fogja ezt a koloncot cipelni magán, mert bármennyire is adott esetben sok embernél népszerű az, hogy kivonul az Afganisztánból az Egyesült Államok, azért végül is a körülmények és az egész helyzet az egyfajta vereséget jelent az amerikaiaknak, és az amerikaiak nem szeretnek veszteni. Tehát, hogy mennyire fogják megbüntetni a kormányzatot ezért, azt még nem nagyon lehet tudni. De ha büntetik, akkor Afganisztán miatt büntetik, vagy úgy általában is negatív az emberek véleménye? Általában is büntetetik, mert többek között azért nem nagyon sikerült a bevándorlás kérdését egyelőre rendezni. A Kamala Harris-re szignálták ki azt, hogy foglalkozzon a bevándorlással, de eddig nem nagyon történt semmi, és Kamala Harris ilyen pillanatban milyen az alatt teljesít, mint ahogy elvárták tőle. Ezen kívül nem történt semmi olyan a politikában, ami azt sugarta volna, amit Biden sugalt a kampánya idején, hogy a korábbi évek megosztottságának véget vet. Az első távon politikai élete legalább annyira megosztott, mint az elmúlt 4 évben volt, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok demokrata kormányzat által kezdeményezett törvényjavaslatot a republikánusok különböző módokon tudnak blokkolni, sőt pedig, hogyha visszamegyünk a bevándorláshoz, pontosan a múlt héten a legfelsőbb bíróság a Biden adminisztrációra nézve kedvezőtlen ítéletet hozott, azt illetően, hogy fenntartott egy rendelkezést a Trump kormányzat idejéből. A bíróságok a korábbi kinevezetteknek a révén általában konzervatív beállítottságúak, élén a legfelsőbb bíróság, a nagyjából 6-3 arányban konzervatív beállítottságú bírók vannak, akik adott esetben, hogyha egy ügy fölmegy hozzájuk, akkor nem valószínű, hogy a liberális oldalon fognak szavazni. Tehát nagyon sok akadály merülhet még föl. Az, hogy nem lehet mindent számon kérni Bidentől, amit ígért, ez természetes, mert egyetlen egy elnök sem tudja mindezt végrehajtani, amit akár jó szemben, akár nem jó szemben ígér, de Bidennek ilyen például is elég erős ellenféllel kell szembenézni, annak ellenére, hogy a kongresszus mindkét házában demokrata többség van, de hát ez nagyon-nagyon vékony, és hogyha 2022 után, 23 januártól akár egyik vagy másik házban a republikánusok visszaszerzik a többséget, akkor valószínű, hogy Biden egyfajta bénakacsává válik, tehát gyakorlatilag blokkolni fogják minden politikai kezdeményezését. Végezetül egy utolsó kérdés, lehet-e arra számítani, hogy a félidős választásokig a demokraták a legfontosabb intézkedéseket meghozzák pont azért, hogy amihez a politikai többség szükségetik és jelenleg megvan, azt most tudják végrehajtani? Megpróbálhatják, de például van olyan kérdés, amit nem tudnak így sem átvinni. Többek között szerették volna eltörölni az úgynevezett parlamenti obstrukciónak az intézményét, az angolul filibusternek az intézményét, amelynek révén a szenátusban gyakorlatilag egy blokkoló kisebbség lehet. 60 szavazattal lehet egy ilyen parlamenti obstrukciót felülírni. Ilyen pillanatban 50-50 a két oldalnak az erőviszonya a szenátusban. És azért nem tudják, mert ehhez akár egyszerű többség is elegendő lenne, de eddig minimum két demokrata párti szenátor, egy arizonai és egy nyugat-virginiai jelezte, hogy ők Biden kedvéért nem fogják ezt az évszázados a kisebbségnek
egyfajta parlamenti biztosítékú szolgáló intézményét eltörölni, tehát ez már eleve nem fog megtörténni, és ennek megfelelően nem tudják többek között azt sem valószínűleg megvalósítani, amit akartak, hogy két újabb államot vegyenek föl, Puerto Ricót és Washington, amivel gyakorlatilag négy újabb szenátori helyet kaptak volna. Azt se tudják megvalósítani, hogy a legfelsőbb bíróság tagjainak a számát bővítsék. Ez se fog sikerülni. Tehát sok olyan dolog nem fog sikerülni még itt sem, hogy ilyen szerény többségük van a szenátusban és a képviselőházban. 2022 után pedig, ahogy mondtam, elképzelhetően megváltoznak az erőviszonyok. Utóbbi éveket tekintve majd szabályszerű, hogy Biden idejébe, Trump idejébe, hogy az ellenzék nyeri, úgymond a félidős választásokat, és tud akár a képviselőházban, akár a szenátusban egy többségre szert tenni, ami aztán az adott elnöknek a politikáját gyakorlatilag leblokkolja. Magyarics Tamás, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen, és a tálásra.